Mélyen bent jártunk már a háborúban, 1916-ban. Aponyi felszólalt a házban, vizsgálják felül a földmentéseket. Így kerültem én is sorra, egyetlen nőtlen fiatalember a testületben. Visszavonták a fölmentésemet. Nagyon örültem neki. Egy beteg főhadnagy fölváltására útnak indítottak Albániába. Az egyik nap 10 katonájával járőrbe ment. Alattuk 50-60 méterrel lejjebb fehér gyalogút kígyózott. 6 emberből álló kis karaván vonult rajta tovább, Tirana irányába. 2 elől gyalog, közbül 2-en szamárháton, végül ismét 2-en gyalogosan. Akik szamáron mentek, furcsa viszonyban lehettek. A második, nyilván férfi, időközönként durván ütlegelte az elsőt, aki kivehetőleg nő volt. A katonákat nem vették észre, úgyhogy Szendrei embereivel azonnal ott teremthetett. A karaván tagjai szörnyen megrettentek, amikor váratlanul szuronyok csillogó hegye szegődött mellük. A goromba férfi egy pillanat alatt gúzsban volt, a nő pedig hálálkodva állt, s könnyesen, kipirultan tekintett a gyaur kommendárira. Igézetesen szép teremtés volt. Szőke, ami nem éppen gyakori Albánföldön. Hitte Leilának, nem mintha ez lett volna a neve. Csak eszébe jutott a magyar-török poézisből. A durva kereskedőt föloldotta, s küldte szigorú fenyegetéssel Tiranába. A leányt visszavitte Frápra, rokonaihoz. Ó, beszép út volt ez Vrapig. Megálltak kis pihenőre, és ilyenkor nézték egymást. A gyaur férfi, a mohamedán nőt. És boldogság ragyogott mindkettőnek arcán, és fényes volt a szeme a leánynak, könnyesen fényes a férfinak, és nem volt más az egész ragyogó mindenségben, csak ők ketten, akik itt álltak a földön, de a mennyben voltak. A férfi vezette a lányt, és a kis bársonykéz édesen simult bele az erős, izmos marokba. Boldog 2 ember. Nézték egymást, s virágokat szaggattak az úton, mindegyik a másiknak adta a magáét. Jó volt a lány szemébe nézni. A tiszta égbolt ragyogott benne, és a férfi magyarul mondta, hogy szeretlek. És a nő értette, mert a maga nyelvén mondta, szeretlek. Elvarázsolt országban éltek a szerelmes fiú és a szerelmes leány. Tündér királyfi és tündér kisasszony, vagy Kukorica Jancsi és az ő iluskája. A fiú komolyan gondolta, elviszem az én angyalomat messzi hazámba, megtanítom a magyar dalok édes nyelvére, keresztényé teszem, és a feleségem lesz. És mutatta kedvesének az irányt, és azt megértette, és tapsolt kis kezeivel, mert szerette a fiút, az idegent, a gyaurt. A keresztet mutatta neki a homlokán és a kezén, és ő édesen bólintott. A súlyos keresztet markírozta vállán cipelve, és ő komolyan, odaadóan intett igent. A fiúnak pedig szent volt az akaratja, halálosan komoly a gondolatja, mert az övé volt a leány, és érezte, hogy most az egyszer megtalálta magáét, a földön az egyetlent, akit neki az Isten teremtett. Az ölébe vonta, és nem volt tisztátalan gondolata. Nevető, kemény kis száját csókolta, és vérében nem zokogtak föl buja indulatok. A lelkével, epedett vágyainak minden tisztaságával szeretett. Fehér rózsát simogatott, és a selymes szirmok érintése finom volt és jó, mint májusi oltár hangulat. A test nem lázadt, a lélek magasan szárnyalt. A hold úszott az opálos tengerben. Albán kakasok kukorékoltak a faluban, messze keleten, mintha meghasott volna a horizont. Hűs lett a lég, és a leány, a legény összerezdült. Válni kellett. Megmutatták egymásnak a helyet, hol holnap találkoznak. A lány ment a falunak, a férfi föl lakására. Nehezen aludt el, s vádat érzett, hogy eleresztette Leilát. Magasan járt már a nap, mikor felkeltették, s jelentették neki, hogy Leila vérbosszú áldozata lett. Mikor tőle távozott, az úton egyik rokona megleste, s leszúrta, mert gyaur férfit szeretett. Nem hitte, nem akarta hinni, csak a fejét ingatta. A következő percben már a holttesténél volt. Kacagott, és csókolta a halottat, a hideg pici száját, a finom kis kezeket, és simogatta, babusgatta, és keltegette. Elzavart magától mindenkit. Félszakasz katonának adta ki a parancsot a gyilkos kézre kerítésére, mert azt ő maga akarja megölni. Ott volt mellette, és nem tudta elhinni, hogy halott. Képtelen volt hinni, hogy a boldogság édes madara szárnyat bontott, és mindörökre elrepült. Mérhetetlen fájdalmat érzett, kínokat, amik csak a legnagyobb boldogság megcsúfolására hasítanak végig az agyban és a szívben. Jöttek a katonák, a gyilkost nem találták. A falu vénei látogattak el hozzá, s kérték, hogy szüntesse fájdalmát. Megmagyarázták, hogy nem haragudhatik a népre, és bosszúra se gondoljon, mert ez törvény náluk, a vér törvénye. A heves, kínzó érzéseket tompa fájdalom követte. A drága testet elvette hozzátartozóitól, fölravataloztatta, és díszőrséget állított oda. Este eltemették. Keresztet tűztek oda fejfának, és virágokat ültettek a sírra. Imádkoztak a lelkéért, és a boldogtalan férfi vallotta, hogy az elköltözött lelke nem pogány, hanem keresztény volt. A nap búcsúzott. Az egész szakasz ott állott négyszögben a sír körül. A tiszt térden állva fejét kezébe temette, és hullott a könnye a sírra. Messze hazájától, idegen földön látta kék madarat. Az ölében volt. Simogatta. Csak volt. Már elrepült. Azt síratta.